Ezért veszi Dwayne Johnson óránként több ezer követőt. Sikeres pankrátori és színészi karrier, szupersztár státusz és több kasszát robbantó film ellenére Dwayne Johnson megítélése rohamosan romlik. Olyannyira, hogy óránként több ezer követőt veszít. De mégis, mi történik a sziklával és miért esik vissza ilyen drasztikusan a népszerűsége? Erről szól a mai videó. Egy igen népszerű youtuber, Penguin szívta fel a figyelmet először arra, hogy Dwayne Johnson az Insta oldalán évek óta hazudik a követőinek arról, hogy mennyi gyors kelet fogyaszt. A szikla esetében arról van szó, hogy 2017-ben posztolt egy képet egy In-N-Out burgerből, ami egy amerikai gyorsétterem lánc. A posztban azt írta, hogy még sosem volt In-N-Out burgerben ezelőtt, amivel nem is lett volna semmi gond. Csak hogy 5 évvel később úgy tűnik a szikla elfelejtette, hogy már járt In-N-Outban, mert ismét egy olyat posztolt, hogy még sosem volt ott de hát a reklám az reklám. 2023. decemberében aztán ismét hülyének nézte a követőit, amikor megint arról posztolt, hogy most van először in and Burgerben. Oké, és tegyük fel, hogy ennyire feledékeny a sok promóciós megkeresés miatt, vagy csak szimplán időutazó. De én őszintén szólva amellett tenném le a voksomat, hogy csak szimplán hülyének nézi a követőit. Nos, erre a furcsa jelenségre hívta fel a figyelmet Penguins is, aki kiemelte, hogy miután többen szóltak a sziklának, hogy már megint hazudik, így nem tehetett mást, mint hogy megváltoztatta a poszt leírását, és kimagyarázta az egészet azzal, hogy a rajongói emlékeztették rá, hogy már járt in Burgerben többször is korábban. Most komolyan. Ilyen kis hülyeségekkel égeti le magát egy állistás színész, aki blockbusterekben szerepelt. Nem már, de srácok biztosítanak titeket, ez még csak a jéghegy csúcsa. 2022 nem volt éppen a szikla éve. Ekkor összejelent meg ugyanis a Black Adam című DC szuperhős film, amiben a sziklának nagy reménysége volt. Hevesen promózta a finoman szólva és középszerű filmét azzal, hogy Black Adam a valaha volt legtökösebb szuperhős. Még egy Henry Cavill szupermennyével készített kameót is felvettek a stáblistás jelenethez, hogy jelezzék, a szikla bizony összecsap majd Henry cavill -lel. Nos ez a jelenet baromira nem öregedett jól, mert néhány héttel a Black Adam bemutatóját követően bejelentették, hogy rebootolják az egész DC filmes univerzumot úgy, ahogy van. Ez azt jelentette, hogy Kevin Supermanje és Dwayne Johnson Black Adamje együtt mentek a kukába. Persze ez nem akadályozta meg a sziklát abban, hogy picikét ferdítsen a bukott film bevételein. A Black Adamnek 600 millió dolláros bevételre lett volna szüksége ahhoz, hogy nullára jöjjenek ki vele, de a film végül 400 milliónál is kevesebbet hozott a kasszáknál. Ezért 50 és 100 millió dollár közötti bukásnak tekinthető a szikla az Instagramján viszont azon erősködött, hogy a film épp hogy 50 és 70 milliók között fog profitálni. Ergo próbálta menteni a menthetetlent, és hazudott a követőinek a bevételeket illetően. Az állításához pedig egy cikket is csatolt, ami az ő hamis adatait vette alapul, és ezért megírták, hogy a film profitot fog termelni. Ezt aztán később természetesen cáfolták. Ez pedig még mindig csak néhány példa a vég nélküli hazudozások közül. A szikla valószínűleg a saját diétáról és az edzéseiről sem mond mindig igazat. Elmondása szerint 6 és 8 ezer kalória között fogyaszt ételeket egy nap. Ezt az állítását pedig több dietetikus is cáfolta, hiszen ha tényleg ennyi kalóriát fogyasztana, akkor durván túlsúlyos lenne. Továbbá azt is többen kétségbe vonták, hogy a szikla nem szteroidozik. Már pedig saját bevallása szerint 18 éves kora óta egyszer sem szerez szteroidokat, mégis az 50-es éveiben sokkal nagyobbnak és izmosabbnak tűnik, mint a fiatal éveiben. Nyilván vannak emberek, akik le akarnak járatni, és mindenféle szarságot mondanak rólad. Ezzel akarják a kemény munkádat semmisíteni. tenni mondta Johnson a szteroid kapcsán. Szóval az edzők és a dietetikusok, vagyis táplálkozás szakértők is találgatnak, hogy vajon mi lehet igaz Dwayne Johnson edzés tervéből és diétájából. Abban viszont egyöntetűen mindannyian megegyeznek, hogy nagyon sok ferdítés van ezen a téren is. Éppen ezért sokan úgy hívják a sziklát manapság, hogy ő a világ legkamúbb celebe, és többek között ennek is köszönhető, hogy folyamatosan csökken a népszerűsége. A szikla továbbá azzal is blamálta magát, hogy Joe Rogan podcastjében leginkább politikusokére hasonlító retorikát használt. Nem ellenkezett semmilyen szélsőséges véleménnyel, és nem is állt ki ezek mellett, inkább az arany középutat választotta, amiből nem lehet problémája. Nyilván a mai hollywoodi légkörben Joggal fél attól, hogy egy kis kilengés miatt is káncelölhetik, de még így is feltűnően sokat jópofizik. Sokan kritizálták az ominózus podcastet amiatt is, hogy inkább a szikla kérdezett, és nem Joe a műsorvezető. Ennek pedig éppen fordítva kellene történnie. 2024 áprilisában pedig a szikla karácsonyi akciófilmje, vagyis a Red One forgatásáról érkeztek nem túl biztató hírek a pankrátorból lett színész viselkedéséről. Állítólag a sziklának köszönhetően iszonyatosan megugrottak a film költségei, mivel Johnson 7-8 órákat késett a forgatásokról, sőt volt olyan, hogy teljes napokat is kihagyott, így a stáb kénytelen volt nélküle dolgozni. Ráadásul olyan hírek is szájra kaptak, hogy állítólag időtakarékosság miatt a szikla nem ment ki vécére a forgatás közben, hanem több alkalommal is egy üvegbe vizelt, ami hát elején a süttyóság, ha jobban belegondoltak szóval a forgatásokon sem mindig viselkedett úriemberként a színész. Tehát összességében a sziklabár semmi gonoszat nem csinál a hétköznapokban, és látszólag nem igazán lehet bizonyítottan rossz dolgokat a számlájára írni, mégis apró kis hazugságokon csúszik el akár egy banánhéjon, és emiatt folyamatosan csökken a népszerűsége. Végezetül kíváncsi lennék azért arra is, hogy ti mit gondoltok Dwayne Johnsonról? Szeretitek a sziklamunkásságát? Írjátok meg kommentben. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam, hisz tudjátok jól. Sziasztok! Nem az a gód, de, ha meg nem hiszed, akkor fel. a youtube meg a tiktok de sosem a, a sorba, ja, 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 nem az a